Ahogy arról műsorunk első felében beszámoltunk, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, táborokra várják a gyermekeket a Dobó István Vár Múzeumban. Hogy milyen elfoglaltságokon vehetnek részt a kicsik, arról Földi Viktóriát, a Vár Múzeum múzeumpedagógiai osztályvezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát évről évre rengeteg programmal, kézműveskedéssel, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják a gyermekeket a Vár Múzeumban, a Várban. Most jelenleg milyen foglalkozások zajlanak? Jelenleg az osztálykirándulások időszakában vagyunk, és az ország minden pontjáról érkeznek hozzánk, elsősorban 6. osztályos diákok, akik az 1552 történetével szeretnének ismerkedni. Többféle korcsoportnak kínálunk foglalkozásokat jelenleg, és óriási a jelentkezők sora. És hát ugye nyaranta rengeteg fajta tábor van, tematikus táborok is vannak. Most milyen alkalmakon vehetnek részt majd a gyerekek? Hogy lezáródik az iskola, június 20-ától indulnak meg a táboraink, összesen 10 féle tábort hirdettünk meg a szünidei programgyanánt, és 7 tematikára építettük ezeket a táborokat. Több mint 20 éve szervez a Dobó István Vár Múzeum napközis tábordiákok számára, ez maga a Vártábor néven vált ismerté a városban, ebből 3 turnust hirdettünk meg az idei év során. Ezen kívül vannak olyan kiállítási egységek, és inkább alkotó jellegű foglalkozások, és ezáltal táborok, ahová várjuk a gyerekeket. Így lehet jönni alkotótáborba, ahol megismerkedhetnek egyrészt a papírszínház világával. Ugye itt a játéktörténeti gyűjtemény dolgozzuk föl, és egy mese szereplői elevenednek majd meg, a Csipke Rózsika meséjét dolgozzák föl, és mutatják be a tábor végén az érdeklődő szülők számára kis előadásban a gyerekek. Második alkotó táborunk a tájakról szól, a tájak világáról, ez képzőművészeti kiállításhoz kapcsolódik. Középkori festményeket nézhetnek meg a gyerekek, és egészen a Ciffer Sándor galériáig terjed ennek a tábornak a tematikája, és itt pedig tájképekkel ismerkedhetnek meg, és szintén az alkotás örömére hívjuk föl a gyerekeknek a figyelmét. A mesterkedő néprajzi táborunk, ez is egy kiállítás, mégpedig egy néprajzi kiállításra épül. Holló Valériának, egy műgyűjtőnek a történetét mutatja be, egyrészt az életútját, és a műgyűjtés világába kalauzolja el a gyerekeket. Magyar minta a kiállításnak a címe, és a Kárpát-medence néprajzát öleli föl ez a tárlat. Minden nap más-más tájegység motívumkincseit ismerhetik meg a gyerekek, és szintén az alkotáshoz kapcsolódik. A házak-várak táborunk pedig az egri ostrom, második ostromnak a történetét és építészeti emlékeit mutatja be a gyerekek számára. Itt kutató munkába kezdhetnek, metszeteket tanulmányozhatnak, rajzolhatnak, épületegyütteseket fedezhetnek föl, és egy nagy maketten a tábor végére elkészíthetik a második ostrombeli korabeli egri várat, illetve a hozzátartozó belvárost, a kicsi házakkal, illetve az utcákkal. 1552-höz kapcsolódik az egri csillagok tábor, ez 2 turnusban kerül megrendezésre a Gárdonyi háznak a területén. Itt kisebbek, tehát nem csak a 6. osztályosok is tudnak részt venni a táborunkban, és megismerhetik magát a regényt, és a hozzá kapcsolódó várbeli különböző épületeket, és kicsit életre kel így az 1552-nek a története. És van egy teljesen új táborunk, ez pedig augusztusi végén kerül meghirdetésre, szintén a Gárdonyi ház területén lesz kialakítva a Könyvmoly Nevelde. Itt azokra a kolléganők, vagy azokra a gyermekekre gondolt a kolléganő elsősorban, akik még nem olvasták végig az egri csillagokat, és szeretnék az írónak a műhelyében az utolsó sorokat is
elolvasni. Tehát ez arra épül, hogy kifejezetten hatodik osztályosok és teljes regény feldolgozása, elolvasása egy ilyen gyönyörű történelmi környezetben. Hát itt azt lehet mondani, hogy a történelmen, a képzőművészeten keresztül nagyon sok rétűen ismerkedhetnek meg a gyerekek az alkotás szeretetével. Milyen visszajelzéseket szoktak kapni egy-egy ilyen táborozási turnus után? Egyáltalán csak egriek vesznek részt, vagy azért a környékről, nehogy Isten az országból máshonnan is érkeznek? Nagyon sok jelentkezőnk van, vannak olyan táboraink, ahol mondhatni már januárban elkezdődik a jelentkezés. Ha valaki belecsöppen ebbe a kis világba, akkor úgy látjuk, hogy az szeret visszajönni a következő évben is hozzánk, és persze arra is van gyakorlat, hogy Budapestről, Debrecenből érkeznek gyermekek, de akár külföldet is mondhatjuk, múlt évben Kanadából érkezett diákjaink is voltak. Ilyenkor a szülők akár egy hetet is itt töltenek a városban, a gyermeket pedig táborba iratják be, és büszkék vagyunk rá, hogy az Egri Vár és a Dobó István Vár Múzeum nyári táborait választák. Arra is van visszacsatolásunk, hogy vannak gyerekek, akik már kinőnek a táborozás élményéből, viszont közösségi szolgálat keretén belül középiskolások segítőként jönnek hozzánk, és ez is nagy öröm számunkra, hogy így találkozhatunk újra azokkal a pici gyerekekkel, akik közben már nagyokká nőttek és cseperedtek. És hát volt egy, ha jól tudom, 12 alkalmas új rímek, régi mesterségeket bemutató programsorozat is a Nemzeti Tehetségprogram keretében, ahol szintén voltak külföldi résztvevők is egy-egy alkalmon. Itt milyen régi foglalkozásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek? Lesz ennek esetleg folytatása, hiszen most lezárult ez a program? Igen, most szombaton volt az utolsó műhelymunkák, ahol a kékfestő mesterséggel ismerkedhettek meg a gyerekek. Ez egy 12 alkalomból álló mesterség bemutató volt, ami a Dobó István Vár Múzeumban őrzett elsősorban néprajz és képzőművészeti tárgyakra épült. Célunk az volt, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a mesterségeket, és akár az alkotás örömével is büszkélkedhessenek. A program zárásaként egy kiállítást terveztünk, amely a múzeumok éjszakáján lesz majd, és arra várjuk az alkotókat, családtagokat is, illetve a kedves látogatókat, hogy lássák azt, hogy egy fiatal korban, mondhatni érzékenyített gyermek, hogyan tud a múzeumban gondolkodni, és milyenek azok a tárgyak, amelyeket létre tud hozni. Csak érintőlegesen akkor azért említsük meg, hogy a táborozási lehetőségeken belül melyek azok esetleg, amelyeken egy picit hangsúlyt helyeznek, ugye az idén zajló Gárdonyi emlékévre, vagy ez mindegyiknél megjelenik? Tulajdonképpen átszőve mindenhol mondhatni, hogy megjelenik természetesen. Gárdonyi Gézának a hagyatéka, de az Egri csillagok és a könyv moly nevelde lesz az, ami szervesen a program csoporthoz kapcsolódik. És hát hívjuk fel a figyelmet arra, hogy hogyan lehet egyáltalán jelentkezni ezekre a táborokra. Jelentkezni a honlapunkon elérhető telefonszámon lehet, több kolléga is várja a hívásokat, ezt követően egy jelentkezési lapot kell kitölteni, és szívesen fogadunk még érdeklődő gyerekeket. Egyébként egy-egy ilyen nyári turnus vagy szezon során körülbelül hány gyermek szokott részt venni ezeken a táborokon? Hát maximalizáljuk a tábornak a létszámát. Vannak 20 fős és 25 fős létszámú táboraink, 270 gyerekre készülünk az idei év során, és még várjuk a jelentkezéseket. Az nagyon fontos, hogy második osztálytól lehet jelentkezni hozzánk, tehát az írás-olvasás készségnek a kialakulása már meg kell, hogy legyen a gyerekeknél, hogy tulajdonképpen élvezni tudják a tábornak a menetét. Hát én nagyon sok sikert kívánok ezekhez a táborokhoz, önöknek is és a gyerekeknek is. Jó szórakozást és kellemes nyarat. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Köszönöm szépen.